A Future Plant zenekarral beszélgetünk itt a hangfoglaláson. Most fejeztétek be a koncertet. Őszintén leszek, a Future Plant-et nem ismertem a hangfoglalás előtt, és gondolom egy csomó néző így van vele. Röviden be tudnád mutatni a zenekart? A zenekar 5 tagból áll, a szólóénekes Gergely Éva, és mi egy ilyen angol nyelvű, pop, funk, rockos, elektronikus kavalkádot játszunk, amit meg kell hallgatni. Mennyi koncertetek van, bocsánat, mennyi koncertetek van? Egyelőre kevés koncertünk van, szeretnénk többet. Most vagyunk szerződés előtt egy menedzser céggel, de ettől függetlenül nagyon érdekel minden lehetőség minket, úgyhogy ha bárki ezen keresztül is kedvet érez ahhoz, hogy a zenekarral dolgozzon együtt, akkor örömmel vennénk a jelentkezését. Hogy kerültek ide a hangfoglalásra egyébként? A hangfoglalás az Audmax cégen keresztül kerültünk ide. Én egy különleges hangszerrel játszom, a Korgó Aesis szintetizátoron, ebből nagyon kevés van a világon. Már nem is gyártják azóta, de ez egy viszonylag új darab. Egy nagyon csodálatos hangszer, ez az Audmaxon keresztül lett az enyém, és hát innen van a barátság és a kapcsolat, ők hívtak meg ide minket a koncertre. Hogy tudtátok beleilleszteni ezt a hangszert a zenébe? Az Oasis-t igazából nem beleilleszteni kellett, hanem pont fordítva volt, hogy nekünk kellett alkalmazkodni hozzá, mert egy eléggé komoly instrumentről van szó, és gyakorlatilag az összes zenei alap belőle jön, de körülbelül 8 stereósában, tehát óriási kavalkád van tényleg, és nehéz volt, nem volt egyszerű megtalálni azt, hogy mi jön élőben még pluszban ehhez, de azt hiszem, hogy elég egészséges arányt sikerült megtalálnunk. Hogy tetszik a kiállítás, először vagytok itt egyébként? Nem, én itt voltam őszintén szóval tavaly is, és nekem nagyon tetszik. Én Frankfurtban voltam ilyen kiállításon nem egyszer, és örülök, igen, egy picit kisebb volt, de hát a németeknek ennyire telik. Itt egy elég komoly kiállítás alakult ki. Én nekem azt tetszik, hogy tényleg zeneileg is próbálják megmutatni azt, hogy mi van Magyarországon, ki mire képes. Például itt van a Future Plant, hát hihetetlen lehetőség, hogy megismerkedjen vele a zenei eszközök és hangszerek iránt érdeklődő közönség. Másrészt meg egyébként tényleg zseniális, hogy itt tényleg az ember a kezébe foghat olyan dolgokat, eszközöket, hangszereket, amiket régebben még csak az interneten, vagy amikor interneten volt, csak katalógusokban csorgonyállal nézegettünk, úgyhogy csodálatos. Megmondom őszintén, hogy mondjuk zenészként azt gondolom, hogy ez a kánon. Tehát itt kell az embernek lenni akkor, hogyha egy picit is érdekli a zene, mint hangszeres például. Nagyon szépen köszönöm az interjút, és további jó szórakozást nektek. Jó, köszönöm szépen!